A miskolci önkormányzat is kiemelten foglalkozna a szélsőséges időjárás és a globális felmelegedés okozta problémákkal. A csütörtöki közgyűlés elé kerül a többi közt a Velünk a Város képviselőinek egy indítványa, ami javasolja a grémiumnak, hogy állapítsa meg a környezeti és éghajlati veszélyhelyzetet, és tegyen konkrét intézkedéseket a veszély elhárítására. Ilyen intézkedés lenne a többi közt az önkormányzati épületek fűtéskorszerűsítése is. Január elején ismét nőtt a légszennyezettség a magas szállóportartalom miatt. Szakértők szerint a fűtési szezonban a helytelen lakossági tüzelés és az autók káros anyag kibocsátása is felelős a levegő magas szállópor tartalmáért. Június végén özönvízszerű eső zúdult Miskolcra. Az órákon át tartó csapadék garázsokat öntött el, a kertekbe és több helyen a pincékbe is betört. 2018. júniusában pedig Ómassa környékén egyetlen júniusi éjszaka alatt 170 mm csapadék hullott, ami több volt, mint az ottani éves csapadék mennyiség negyede. Mindkét alkalommal óriási károk keletkeztek a városban. Vízágyú, csúszdák és hőség, amit szinte csak a medencékben lehet elviselni. Augusztus második hétvégéje az idei nyár egyik legmelegebb napja volt. Csak néhány példa a szélsőségekre. A meteorológiai adatok szerint 1901 óta 2019 volt a legmelegebb év Magyarországon. 20 éve Magyarország túlnyomó részén az átlagos évi középhőmérséklet 10-11 Celsius fok között volt, ez a szám 2019-ben pedig már 12 fok fölé emelkedett. 2019 év középhőmérséklete az 1981 és 2010 közötti átlagtól 1,8 fokkal tér el térségünkben pozitív irányban, tehát melegebb volt. Ez hónapokra vagy évszakokra lebontva úgy néz ki, hogy leginkább a nyár és az ősz melegedett 2019-ben. Az elmúlt évtizedekben a heves esőzések és hőhullámok az egész országban gyakorivá váltak. A földi éghajlat mintegy egy fokkal melegebb, mint a múlt század végén volt. Magyarország mintegy 30%-kal gyorsabban melegszik. Az összes kontinens együttesen kétszerűen gyorsan melegszik, mint a föld, tehát ott már 2 fokos melegedés tapasztalható. A változás oka minden bizonyal az emberi tevékenység, konkrétabban az üvegházhatás gázok kibocsátása. A globális felmelegedés megelőzéséért az ENSZ 1992-ben hitelesített egy megállapodást, amit a 2015-ös párizsi klímacsúcson Magyarország is elfogadott. Azt vállalták, hogy a globális felmelegedés mértékét 2 Celsius fok alatt tartják. A Magyar Országgyűlés ezt 1995-ben törvénybe foglalta, és a helyi önkormányzatoknak ehhez igazodniuk kell. A csütörtöki közgyűlésen Hegedűs Andrea és Borkuti László javaslatot tesznek arra, hogy a miskolci önkormányzat kiemelten foglalkozzon a klímaváltozás hatásaira való felkészüléssel. Az önálló képviselői indítvány arról szól, hogy a közgyűlés állapítsa meg a környezeti és éghajlati vészhelyzetet, és konkrét intézkedést tegyen hatáskörén belül a veszély elhárítása érdekében. Valamint a polgármester terjeszten elő egy döntéstervezetet az említett káros hatások mérséklése érdekében. Azt is szeretnék a képviselők, hogy az önkormányzati tulajdonú épületek és a lakóépületek fűtéskorszerűsítésére, hőszigetelésére is tegyen javaslatot a polgármester, és ez vonatkozzon az önkormányzat cégeire is. Megoldás lehetne például a káros anyagot kibocsátó gépkocsik cseréje, vagy uniós források felkutatása. Azt is kérik a képviselők, hogy a polgármester évenként jelentést tegyen a közgyűlés felé, és ha szükséges, javasolja a döntések módosítását.